Szeretettel üdvözlök mindenkit a The Last Face című játék következő részében. Nem tudtatok megnyugodni, és azt mondtátok, hogy azonnal menjünk tovább ebben a játékban most, hogy megszereztük a kinyitási képességét azoknak a furcsa, hát valami Nikruxal, vagy nem tudom mivel fedett ajtóknak. Rögtön találtunk is Mithringál városában az előző epizód végén egy ajtót, amin keresztül tudunk haladni, de szerintem ez még nem minden, szerintem itt kell, hogy legyen majd más lehetőség is. Rögtön nyomunk egy vénkút, amit átmegyünk ezen a részen. Hát lehet, hogy itt is át tudunk mi menni valahogy, és lehet, hogy itt is tudunk emberkedni kissé. Na, ilyen mobot még nem láttunk. Tehát két irányba is mehetek, azt mondod? És ennek a damage-em az le van szarva? Nézd, valami kijön a gyomrából. És ez mennyi XP? 860? Hát azért erre rendesen rá kell húznunk a fejlesztéseket, akkor most már látszik, hogy ez... ehhez kevesek vagyunk. Már ez a kis szarlény is négy ütés, nem kettő, meg három, meg négy. Ezt még elintézzük itt. Ó, de jó lett volna, ugye? Hogyha mondjuk nem így alakul ez, hanem mondjuk nem lépünk le onnan a széléről. Ez viszont dupla ugrás, nézd csak. Hát, aha. Jó, ezt nem tudod megcsinálni. Akkor ezt jó, hogy felfedeztük, hogy itt már a dupla ugrás képességgel fel kell szerelkeznünk. Szia, Elmeka, jó estét! Magyar emlékszem YouTube-on, hogyha dwarf és flutként keresel, feldobja. Biztos, hogy feldobja, persze. Szerintem fix. 7800 volt a szintlépésünk legutóbb. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt van ma este, és remélem, hogy tetszeni fog a következő előrehaladás is ebben a játszásban. Szerintem nagyot mentünk az előzőben, kettő területet is kitisztítottunk, most pedig akkor következzen a harmadik. Ez hülyeség, nem, ez jó volt. Hát gondolom, hogy meg kell, hogy várjam, amíg át nem megy. Olyan ez a lény, mint hogyha valamilyen farkas ember lenne, csak denevér formában, ugye? Hát igazából egy denevér ember, csak mégse a Batman. Így, és akkor most ráverhetsz még néhányat. De jó lett volna, hogyha ott eltaláljuk még a végére. Aha, és akkor még egyel. Meg is van, 1600 XP-t ad ez a mob. Na ne szórakozz, és kint van a nyugi pont. Hát akkor itt 1600 XP farming. Hát de ez nagyon sokat ad. Már kultúra nem hiányzik a mosópor reklám. Milyen mosópor reklámokról beszélgettek állandóan? Itt, hogyha leugrasz, akkor fel tudsz ide szívódni. De ez biztos? Igen, és akkor oda lentre kell érkezni a jobb oldali irányba. Itt láttam a tárgyat. Viszont itt már szakadék van, úgyhogy húzzunk vissza fölfelé. Milyen tárgyat vettem fel? Azt láttuk? Akartam mondani nektek valamit, amin gondolkozom az elmúlt napokban már. Most, hogy a merch shopot sikerült elindítanunk szépen. Egyébként ahányan rendeltetek, annyira kevés, vagyis hogy ahányan kértétek, hogy legyen merch shop rendelési lehetőség, annyira kevesen voltak, akik viszont ténylegesen rendeltetek is akármit is tőlünk. Ez remélem, hogy azért majd a jövőben változni fog, hogy ne legyen felesleges itt a nagy igyekezet, hogy Zsószi is itt tök menő képeket csinált nekünk. Nézd csak a kivégzést, ezt még nem láttuk. Kirántja a belét! Wow, és az a lény mozgatta a testet, de király! Ez igen. Szóval, hogy tökre rákészültünk erre. Arra gondoltam, hogy lehetne olyat csinálni, hogy mondjuk volt régen nálunk, amit majd egyszer, hogyha úgy állunk anyagilag, vissza fogok hozni, hogy 1 millió csatorna pontért csináltatunk egy pólót nektek, és el is postázzuk azt. Az 1 millió csatorna pontos póló kiváltásban szerintem még nem tudunk visszaállni, ez biztos, mert sajnos most nem engedhetem meg magamnak, hogy pólókat csináltassak és küldözgessek mindenkinek. Viszont 500 000 csatorna pontért lehet, hogy tudnék csinálni egy-egy lehetőséget arra, hogyha szerintetek ez jó ötlet, hogy mondjuk, hogyha rendeltek 5 bögrét, tehát így összesen összejön 5 bögre rendelés a közösségből, akkor esetleg egyet tudnék küldeni valakinek, aki kiváltja magának. És akkor ez ilyen limitált lenne, hogy néha elérhető, néha nem elérhető, és akkor így szerintem ez egy tök jó kis extra volna azoknak, akik rendszeresen ide járnak, és esetleg szerették a bögréket, amik névre szólóak, meg ilyesmi. Hogyha összejönne előbb-utóbb 5 bögre rendelés, akkor lehetne egyet kiváltani majd. Mit gondoltak erről? Ezen gondolkoztam valamelyik este, hogy ezt be kéne majd iktatnunk. Ez dupla ugrós rész már megint? Jól hangzik.
Én nagyon örülnék neki, hogyha ilyesmit vissza tudnánk hozni. Alul milyen ajtó volt? Ez kulcsos ajtó volt? És akkor alul, hogyha oda felugrál, vagy leesel, akkor nem fogsz tudni kijönni? Esküszöm, ezt megnézem még egyszer. Miféle ajtó lehetett? Ja, semmi, ezt nem is jelzi, hogy milyen. Aha, hogyha hozzáérsz, akkor vége. Most tényleg? Úgy jön ki a lépés? Imre szóló bögre nagyon menő, sokkal finoman belőle te a például tapasztalt. Hát, és neked még nincs is majd az újabb darabból. Úgy nem tudsz átugrani? Megpróbálok, azért megyek vissza. Olasz mosópor reklámok pörögnek a Twitch-en. Ez most az új Twitch-őrület. Vigyázzunk az alul lévő cuccokra. Mi lenne, hogyha nyomnék egy ilyen gombot? Semmi. De szeretném ezeket elintézni még a levegőben normálisan. Mielőtt leköpdösnek, lehánynak, lecsicskítanak. Már a kismomnak is nagyon-nagyon sok HP-ja van. Ez látszódik, hogy vannak kisebb gondjaink, ugye? Jó, hál' Istennek meg vagyunk vele. Nápolyban milyen mosópor legyen? Hát mondjuk... Igen, Nápolyból fogyasztva a tartalmat lehet, hogy olasz reklám érkezik. Nem sok olasz néző van itt a csat. Aréna harc, nem örülök ennek most, egyáltalán nem. 4 healinggel jöttünk ide be. És akkor be fogok ide 14 000 lelket pakolni? Hát lehet, hogy erre rányomunk egy ilyet. Mi a következő? Jön ez a szar. Vérrel te... Csicskítjuk. Ajja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 j
Egy megvan. És ennek végig lesz egy durvítottabb verziója. Jön a harmadik szint. Kettő healingen marad mindössze. Gyönyörűen letéptük a fejét. Ezekre nem emlékszem, hogy ezek micsodák. Ezek a szállószarok. Akkor ez viszont nem annyira szupervész, nem? Bár hogyha olyan sugárban köp, akkor nagy gond lesz belőle. Lenne, hogyha elhasználnám a... képességem. Hát persze. Hát persze, és visszajön a Healing Injection, és 4800 XP-t Demisédorból kaptunk kettőt. Ez nagyon megérős tudsz volt így. Kinyitunk itt valamit, gondolom a létrát lefelé, és... hova sikerül ez? Nem mondod, hogy ahonnan elindultunk, oda mentünk vissza. Hát ez most jó, de nem jó. Kettő szintlépés van bennünk. Kettő szintlépés király dolog, az nem király, hogy nem találtuk meg a... Hát mondjuk most éppen hazamehettem volna, mert szerintem erre nem lesz semmi. És alul itt nem ugorhatsz fel a dupla nélkül. Vannak fent mobok, van szaladgáló is. Itt látszik, hogy arra menni kell majd. Hát ez ennyit erről akkor. Sajnálom, akadályokba ütköztünk, látszik, hogy a dupla ugrás nélkül itt lefele megyünk. Itt nem tudunk érvényesülni, nézzük. Ide lentre le lehet esni, és ott visszaszívhatod magad, mert itt van XP eldugva neked, nagyon jó. És akkor dupla ugrás nélkül nem ez baj. Nem, pont szerencse volt. Azt hittem, hogy nem fogja megengedni, hogy ott felszívjuk magunkat. Most viszont az alsó részen megyek, nem, jó helyen megyek. Alul egy csomó tárgy volt eldugva. Bármi jobb, mint az alza? Na miért? Mi a gondotok az alza.hu-val? A reklám az... ja, hát gondolom a reklámmal van baj. Az tényleg pokoli. Azt szerintem pokolban kovácsolták. A Moonshade Lake mellett lehetne arcoskodni egy nagy bosszal. Én azonban egy másik irányt fogok most felfedezni, miután szinteztük a karaktert. Mert az alza reklámát mindig nevetek rajta. Hát én behányok. Én rosszul vagyok tőle. 50-nél állítólag soft cap-et érek el. Pedig itt még megy a damage szépen. Aha, és akkor innentől kezdve a dex pontok ki vannak maxolva. Raise any stat. Aha, 50-es szintre. Vicces lenne, ha annál a bossnál lenne a dupla ugrás. Van ő melyiknél? Ja, ott lent, amúgy teljesen elképzelhető. És akkor utána még egyszer körbejáratnak téged a térképen. Itt a churchben kivel találkozhatsz?
Ki van itt balra? High Walls of Mithrigal. Ja, csaj! Úgy tűnik, hogy kaptál egy nagy ajándékot talán. Méltó vagy a védelmünkre és a titkainkra. Egy szent hely, vagány és biztonságban Elarisnak nevezik. Egy jeges terület. Mégsem tudott egyetlen lélek sem bántani téged arra. Aha, és akkor nála lehet venni Demi-Shadort, meg Frostbombot, Lunáris Powdert, ami a jeget pakolja, ez pedig minden jeget levesz rólad. Lehetne vásárolni, de nem vásárolok. Ő érdekes, hogy nem akar velünk jönni sehová sem. Ha körbenéznék, itt felül dupla ugrással tovább mehetnénk abba az irányba. Ha kimegyünk, itt van egy lezárt ajtó. Ez szerintem most nyithatóvá válik, nem? Le lehet menni a lifttel, és nézzük meg. Nem, nem. Ez másik oldalról nyitandó ki. Itt, hogyha ide átjössz, és... Vagy ez is duplaugrós rész volt. Ekkora szívások peregnek azt a mindenit. Hát még a pipámban nem is szívtam bele pedig. Az Upper Districtbe átmegyünk egy kicsivel jobbra. Lesz egy nagy ugrás. Lifteket itt mindenhol lehet használni, hiszen azokon jöttünk át ide. Nem ott láttam a Deadre, itt láttam bent a Bengát, ugye? Deadre itt láttam, igen. És akkor itt végül is nem mehetünk tovább, sajna. Nem még tölteni párat. Mit töltesz? Vagy inkább ne kérdezzük meg? 1100 XP. Ingyen van. Gyönyörű farming szituáció. És akkor a dupla ugrás miatt nem tudsz itt mit csinálni. Aha. Én olyan hülye helyre állok, éppen arccal. Kicsit gyorsabban repteti magát, a szárnyaival csapkod, amikor éppen támadásba lendül. És akkor itt minek volt a hiánya a dupla ugráson kívül? Nem, ez csupán a dupla ugrás hiánya. Aha. Hát akkor menjünk. M4 meg AK-t árakat? Jó van. Hajrá neked. Szeretem ezt a Francescát. Mi csináltok? Itt mehetünk lefele? Nézzük meg, hogy hová vezet ez az ajtó. Azt hiszem itt lent is volt olyan ajtó valahol. Hát valahol. Itt fent tükörajtó van. Sima ajtó, tükörajtó. Ide sem tudtunk felmenni a duplaugrás miatt. Mennyi duplaugró hely hiányzik? Ha ide lemész. Aha. Kövessük azért ezeket az irányokat, hát ha végül találunk valamit. Hogyan mész át oda olyan szuper magasra? Dupla ugrás felszív? Nem. Nem, szerintem nem. Onnan a másik oldalról kell, hogy jöjjünk valahogy. És ha itt lemegyek, akkor nagyon-nagyon hosszú ideig bent rekedünk a side cave-ben. Szerintem nem sok értelme van. Itt van a mocsár, amin keresztül mentünk. És a mocsár végén volt egy Nikrux ajtó, ugye? Itt talán lent. Az Ask Mansion alján. És hogyha oda lemész, akkor ez a lift, ez levisz ide, és innen tükrökkel mész le a boss arénába, és balra nem mehettél. Menjünk az Ask Mansionbe, nézzük meg, hogy ott mit találunk. Most egy kicsit útkeresésben vagyunk, mert megint kaptunk egy új képességet, ugye? Azoknak az ajtóknak a kinyitását, amiket eddig nem tudtunk, bár a tükörajtó kinyitás van még hátra, meg a dupla ugrás megszerzése. Ez alapján már közeledünk a játéknak az utolsó egyharmadába szerintem. Amiből ma este még egy jó nagy darabot le fogunk tudni. Mi történik, hogyha megpróbálok megküzdeni pusztán kíváncsiságból? Ezzel a mobbal, hogy most nagyobbat ütünk rá? Hát biztos, hogy nagyobbat, de mennyivel? Úgy megvernek, halott beszarunk. Nem hiszem, hogy őt megszabadolnom. Igen, ő baj. 162-89 szignifikáns damage increase, 416-os. Nagyon szép, ez ölhető. Ez innentől már ölhető, hogy 5-ös szintű fegyverünk van. Ekkora kritekkel bele. Szerintem megcsinálható. De nem biztos, hogy meg akarjuk. Elrontjuk a végigjátszást, szerintem. Biztos, hogy nem ide akarnak minket még küldözgetni.
kicsit rágyakorlunk, hogy lássuk. És visszafele is küldi. Valamelyik része sebezhetőbb volt, nem? Ez persze, hogy csinálható, innentől már. Kicsit oda teszed magad. Miért ne lehetnéd meg? Szerintem valamit elrontanánk belőle, a játékból. Hogy azt akarom ezzel kifejezni, közben próbál küzdeni ezzel a bosszal. Ilyen hosszadalmasan még nem küzdöttünk meg vele amúgy. Hogy amikor megnéztem valamit, akkor azt írták, hogy a Starlight Beast Illigarth-ból azt eredményezi, hogy valami történik a menorban. És szerintem ezt a másik oldalról kellene megközelíteni. Talán megnézhetjük az arénának van-e másik oldalait. Aha, van. Szerintem minden kell bejönnünk hozzá, és nem onnan, ahonnan a titkos ajtón keresztül jutottunk be hozzá. Nem tetszik neki a fél HP-zás, látod? Azonnal küldi a szarjait nekünk. Ja, igen, véletlenül belefutottam ebbe a spoilerbe. De látszik, hogy megölhető, látod? Tehát most már megvan a damage, megvan a tankosság, megvan minden. Szintek, mindenek megvannak. Ezek a pengék, ezek mit csinálnak? Felrobbannak? Igen, végigrobbantja, de király támadás. Én még szeretnék egy kicsit nyomulni ebben a játékban, úgyhogy nem akarom szétrontani ezt. Itt a jégen nagyon nehéz a közlekedés amúgy. De látszik, hogy már itt van, és nem is kellett erősítenem magam, látod? Elverhető. Na jó, hagyjuk magunkat megöletni. Starlight Beast. Amúgy lehet, hogy két fázisú boss. Megneöld. A múltkor megvan, igen. Amikor azt néztük, hogy hova kell tovább menni, mert nem találtuk, hogy melyik irány lesz az, amikor a mocsár előtt jártunk, a második epizód végénél, akkor volt, hogy meg kellett néznem, hogy mi is a helyzet, és rögtön azt írták az egyik guide-ban, hogy a Moonshade Lake felé el ne menj, mert hogyha ott megöled a boss-t, akkor eltűnnek a menorból. Amúgy lehet, hogy nem. Szia Ninjaka, jó estét, éppen erről beszélünk közben. Szia Andaron, csávó. Úgyhogy látszik, hogy meg lehet csinálni, de valószínűleg elrontanám a végigjátszást általa, úgyhogy ezt most nem csináljuk meg. Viszont nézzük a következő területeket. Telnyville Bridge. Ott szerintem megcsináltunk mindent Telnyville-ben. Ruined Outpost-ban nem. Outside the Great... Figyelj már, a nagy templomban nem volt nekünk lehetőség. Lissringal megvan, Moonshade megvan. Régens, oké. Volt egy nagy templom, emlékeztek? Ott nem volt valami ilyen ajtó. Chasm of the Fallen. Na, itt viszont van kettő irány is balra, ami le van zárva. Erre ránézek. Itt utának már is. Ennek az alja szerintem... Szerintem olyan ajtót takar, ami nekünk kell. Hát én most erre rámegyek. Kicsit szenvedés lesz visszajönni. Húzigálni kell majd mindenféle dolgokat, amiket nem szívesen kezdünk el húzigálni, de már egyszer megcsináltuk. Jobbra titkos ajtó volt. Már mindent összeszedtünk, megküzdöttünk a bosszal, ugye leestünk ide az aljára, és amikor megöltük őt, aki itt van, ő is egy ilyen nagy world boss volt a játékban, és tőle kaptuk meg talán az első olyan szívet, vagy nem tudom micsodát. Látod? Itt már tovább mehetsz. Lehet, hogy ez csak egy extra... Ez mi? Használtad a Black Hole Family Crestet. Még mindig empty... Ó, ide 4 darab kell belőle. És akkor nyílik ki az út. Na, ez most kiderült, hogy akkor, hogyha találsz ilyen Family Crestet, ide kell betenned, jó? Ezt eddig sajnos nem tudhattuk, de most már akkor ez is kiderült, hogy hová fogjuk ezeket gyűjtögetni. Minden szépen lassan a kirakós összes darabkája a helyére fog kerülni.
Jó felé vagyok? Igen. És már közben szaladunk is vissza. Lesz még egy másik irány, amiről beszéltünk az imént. Az a... A... Innen fentebbről balra felé lesz majd. Ekkor a király, hogy így elfogadjátok, hogy Metroidvániát játszunk. 2D érted és platformer meg minden. Nem sokan szokták szeretni, annak ellenére, hogy mennyire jó játékok is valójában ezek. Itt eléggé gyenge mobok vannak hozzánk mérten, menjünk balra. Kivéve ezt, az nem gyenge, hát jó, hát de csak nem. Most már ez is csak 4 ütésből megvan, nagyon király. Hogy megszivatott minket a múltkor. Ez a kis fos, ez 2 HP viszlát. És az ajtó balra. Várjál, van fent, jól láttam. Dupla ugrás, aha, és ott van fent XP meg tárgy. Ezt se felejtsük majd el végül. És itt is át lehet menni, nézzük. Kellene nekünk a 4. serleg. És akkor valamit biztos kinyitnék, valami durvítót. Ezt kapja valaki? Valakit megöltem véletlenül. Aha, ez csak XP gyűjtőhely, úgy látom. Moon Silver Stone, az király. Sok XP, meg 5400 is fel volt ide még téve. Ha itt ütsz, akkor... Nem, vigyázzat. Óvatosan verdessük. Semmi extra. Hát akkor tulajdonképp itt sem talál... Na, erre nem számítottam volna. De tök jó, hogy odarakták ezt a leütető bigyulát, hogy lásd. Hogy ott titkos cucc van. Játszani mondjuk nem mindet szeretem. Ezek nagy kedvenceid, mint a Hollow Knight. Te azzal már azt végigjátszottad? Balra van egy nyílt ajtónk. Oda hogy nem mentünk fel? Vagy mi történt ott? Rengeteget nyomtad akkor, hogyha jól értelmezem. Meg is érdemli, a Hollow Knight az egy iszonyat nagy csodajáték. Én azt hittem egyébként, hogy most a nagy bejelentések között ott lesz a Silksong release date bejelentés. HK-Steel Solman toltam any percentet. Ne, nagyon durva. Itt csak ez volt, most már emlékszem, hogy miért nem jövünk erre, mert ez egy puzzle volt és megcsináltuk. Igen, és itt volt a puzzle leírása. Ez alapján kellett értelmezni. Sokan várták a Silksongot, hát rengetegen, igen. És eléggé nagy kár, hogy még mindig nincs információnk róla. Ha itt leesel és visszamész erre, akkor ezt az irányt most letudtuk, ugye? És még van egy dupla ugrós rész esetleg benne, ahol majd lehet XP-t gyűjtögetni, meg valami tárgyat. Nem tudjuk pontosan micsodát, de valamit eldugtak ide föntre. Hát, nagyjából akkor ezzel meg vagyunk. Húzzunk akkor vissza. Lassú az a fegyver, hogy ugrás közben nem találok el vele semmit. Én is nagyon várom a Silksongot, de szerintem először végig fogjuk játszani. Hát ezt most egy kicsit lehet, hogy elszóltam. Szerintem végig megyünk újra a Hollow Knight-on, mert én nagyon szeretném még egyszer. De akkor úgy, hogy a legdurvább módban. Mármint, hogy nem a legdurvább módban, hanem hogy megcsináljuk azokat a kihívásait is, amiket amúgy nem. Nézzük az Inquisíciónál balra fent mit találunk. Ott is van valami piros ajtó. Én nagyon-nagyon szeretem a Hollow Knight-ot. És szerintem egy nagyon-nagyon frankó játék. Talán ti is tökre élveznétek. Ha nem, akkor meg... Meg ez van. De nem lehetett felugrani valahogy? Dehogy nem. És ott is van az ajtó, ami nekünk kell. A HK any percent könnyebb szinte, mint gondolná az ember. Én azt néztem, hogy... Ez mi? Dr. Hermannek a naplója. Hogy Maszkvacsó hogyan nyomta, hogy a halál esetén inkább kilépett gyorsan, meg ilyenek, és tökre jól megoldható volt. A fiatal ápolónő Annabella jött segíteni nekem, de félek, hogy beleavatkozik a munkámba, hogy megmásítja kruciális teszteket. Gondolom, hogy távol kell őt tartanom. És akkor itt 3 láda XP-t lehet összegyűjteni. Nincs titkos irány? Nincs, nem. Nem baj, a 3 láda XP is sokat megy amúgy. Az is egy jó cucc. Itt van egy ajtó, itt pedig nem tudunk átmenni, ugye? Az valami dupla ugrós lesz. Ha jól sejtem, aha.
Hát nem éri el. Sajna nem. Itt felséges volna vissza felemennem. Bár ahol most vagyok és jobbra megyek, ott vagyunk a kiinduló pontnál. Hogy sikerült ezt összehoznom? Kimaxolni sokkal nehezebb. Hát ez persze. Figyelj, ott volt valami olyan achievement benne, hogy fognod kell valami virágot, és át kell vinned a térkép jobb sarkából a balba, anélkül, hogy megsérülnél egyszer is. Hát ott valami istentelen nagy durvi kihívások voltak. Ide kéne lemennünk, ugye, alulra, megnézni, hogy ott fent mi van. Ender Lilies még marha jó, már mert, hogy tényleg? Na, azzal kapcsolatban mindig úgy voltam, hogy most nem tudom eldönteni, hogy ez most egy jó játék, vagy inkább kerülnem kellene. Én azt néztem, hogy van valami kis csaj, és akkor valami szellemeket váltogat, és a különböző szellemek különböző képességeket adnak neki, és akkor annak segítségével veri el az ellenségeket. Tehát, hogy ő maga nem tud támadni, csak hogy ezek a spiritek, amik kísértik őt, vagy valami ilyesmi. És most balra le. Ott van még az a lány is. Lucille a neve. Akivel már régóta nem beszéltünk, talán itt volna az ideje. Kíváncsi lennék arra. Talán meg is van nekem egyébként. Meg kéne néznem. Bár lehet, hogyha nincs, akkor meg tudnék igényelni hozzá. De jó, csapások peregnek. Gyerek, a levegőben ne elkapva. Nem erről kell menni, de... Mondjuk a mamát még ott elcsitítattuk volna. Nem, ez tükör szoba volt, aha. És akkor nézd, csak oda lehet neki adni a Waterwell Flowers-t. Szóval téged nem emésztettek fel a suttogások, amik kísértenek azon a helyen, ahonnan ezek a virágok jönnek. Soha nem álmodtam volna, hogy ilyen gyönyörűség túlélhet egy ilyen átkozott helyen. Milyen hálás vagyok ezért az ajándékért. Most már meggyászolhatom a férjemet, ahogy egy feleségnek kellene tennie. Ah, és a Lucille questjét ezáltal befejeztük. Ez ennyi? Hát ez szomorú, igen. Tehát itt van a férjének a sírjánál, de nem tudunk meg így többet. Lörkölök, még van rész az animében. Hajrá, hajrá, jó szórakozást! Silk Song, én a Star Wars nagyon vártam, jónak ígérkezik cserébe, a Ubisoft elég szép dolgokat csinál. Mit jelent az, hogy a Ubisoft szép dolgokat csinál? Menjünk le, nézzük meg ezt az ajtót, de szerintem ez is itt tükörajtó van, itt meg valami más volt. Lehet, hogy szimpla másik oldalas ajtó lesz. Oda fel kell ugranunk, az látszik, hogy ott kincs van. De szerintem az dupla ugrásos lesz talán. Ha már itt vagy. Nézzük. Itt még nem volt. Aha. Sajna, itt is olyan ajtó van. De ezt hogy lehet, hogy elértem? Ezt itt hagytuk a Corrupted Star Spell-t. Ez tiltott volt az Ethereális Order által. Meghűlsz. Itt hagytunk egy ilyen jó cuccot. És ez ki tudja, hogy miféle spell lehet. Rá is nézhetnénk. 8 fókusz kosztja van. Dark damage-et nyom ki. Nem ezzel. És alig használ valamit. Rendi csajok, várunk szeretettel. Bemutatták a Skull and Bones-t, kiírták képen a jobb oldalán, a Stay Tuned AC Gameplay Incoming. Érdekes. Ja, hogy az legyen, hogy az emberek kikapcsolják és nem nézik tovább a Ubisoft bemutatóját, mert nem azt várták volna. Ez eléggé tényleg. Figyelj már, itt, hogyha felmész, akkor itt lesz majd a nyugi pontunk, akkor innen megyünk meg kifele. Hát ez elég meredek azért. Úgy néz ki, hogy itt nem ugráltunk végig. Magnetic Powder. Herman Office kulcsával be lehet ide jönni. Nagyon jó, most egyik a másik titok után követi a izét. Technológiai lencse. És ez micsoda?
Várj, ez nem lehet, hogy... De ennek az ajtónak, igen, erre gondoltam. Most már látod a spektrális árnyokat? Meg az atmoszférát? Jaj, ne! Akkor most már átmehetünk ezeken az ajtókon, ugye? E szarsz, hát... Nagyon jó! Akkor egy titok megint megvan oldva. Explosive Candle Spell. Jó, power és technológia, Nikolaj Barsov tanulmányai alapján furcsa artefaktok jöttek létre, néhány használhatatlan, mielőtt meghalt, átrajta ezeknek a instrukcióit egy lefordíthatatlan nyelven. És ez milyen spell? Ó, sokba kerül viszont, de biztos, hogy nagyot is ver oda. 620 electric damage, menj már, instinctből scale-en nagyot. Hát ez a tüzem az 230 volt, tehát hogy 6-szor annyit ver, viszont pontosan megegyezik, nézd csak, a damage nagyjából a fókuszkosztal arányban van. Nem is tudom, hogy tudok-e kettőt elkasztolni belőle amúgy. És a Moonshade Tears az pedig Frost és Mindból B-ben scale-el. Na jó, ezt megőrizzük, ez jó lesz. Jó, és akkor van itt egy másik ajtó, amit szintén megnézhetünk ez alapján. Baszok, kemény legények ellen nem lehet rossz. Igen, 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 én is azt gondolom. És itt is átmehetsz. És még egy darab spell vagy fegyver. Demi-shade úr. És ez mi? Egy nemes ember jegyzete. A nemesség rituáléi. A hatalom jutalmai. Azok, akik feláldozták az életüket a jóért, a mi célunkért, azokat meg kell tisztelni generációkon keresztül, amik majd eljönnek. Mi leszünk azok a generációk, a mi hatalmunk halhatatlan bennünk, és a csodák, amiket létrehoztunk. Aha. Hát a te mondod, haver. Jó, mehetünk, mehetünk, titkos ajtók nincsenek. Akkor ezt az irányt örökre letudtuk. Hol volt ez a másik ajtó, amit néztem? Nem itt fent volt, de itt fent is volt valami. Akkor menjünk oda. Azt a jelölőt most már le is vehetem onnan. Végre újra használható jelölőink vannak. Rossz irányba megyek. Viszont akkor Mithringalban is van ilyen ajtó. Talán nem is egy. Ennek a jobb oldalon nem rejtett már semmit talán. Leszámítva ezt. Szerintem Mithringalból fogunk lefele jönni és akkor ott kiukadni esetleg. Miért érzem azt, hogy egyre jobban a vége felé vagyunk a játéknak? Nagyon gyorsan haladunk az előző World Boss-on, nem is sikerült meghalni. Közel voltunk, de jobbak voltunk a bossnál, erősebb a karakter, erősebb a fegyvere. Hogyha megszereznénk azt a ritkaság blueprintet, akkor még tovább lehetne a damage-et tolni. Mondjuk Mithringalban meg voltak olyan enemik, amiknél látszódott, hogy szuper kemények hozzánk képest. Ismered a Legacy of Kain? Persze. Nagy része annak is Metroidvania, csak már régiek szegények. Én még játszottam is azzal. Aréna harc. Játszottam is azzal, ami TPS volt. Annak idején PC-n, de hogy hogyan lett az meg nekem, azt nem tudom. Ó, azt a... Hiszen ezek azok a mamák. Wow. Mert hogy itt kapok még egy gyereket tőlük. Bereaved Maiden. Ez 2 HP-s. És ha nyomnék ilyet mamának, nagyon tetszik neki. Nagyon-nagyon tetszik neki, tök jó. Hoppá. Ez baj. Most mind a kettő helyet cserél? Vigyázzunk, mert keményet vernek amúgy. Hogyha egy helyen állna mind a kettő, mondjuk így. Ez nagy volna, még egy csapás hiányzik belőle. Egy healinget eltolunk. Holy shit. De nem baj, ez jó. Ez nagyon-nagyon jó. Jó, és egy megvan, a másik pedig már könnyedén lemegy. Spellek, ez se szarja, jó.
Akkor végeztünk, mehetünk tovább. És tényleg? És tényleg? Na ne szórakozz velem. Jó, már nem érdekel. Már nyomom. Kettő healing injekciót visszakaptunk. Elnyomok egy ilyet, ami nagyjából még tölt ránk valamennyit. Mechanikai bombák, meg mindenek. Hát ez nagyon szerencsétlenül jött ki a végére. És megvan az utolsó a négy közül. Vagy ez mi? Ne, ide is gyűjteni kell kettőt abból. Oké, akkor most... Akkor most folyatni kell a vért, ugye? Az egyik helyen még, az majd egy titok mögé van elzárva. Szükségünk van itt kettő kriptára, hogy beinduljon. Azon kívül pedig Family Crestekből kell három darab. Na hát most aztán haladunk. Itt nem tudom, hogy mi van, de megnézném, mert könnyen lehet, hogy itt is tükörajtó állja utunkat. Hát figyelj, most teljesen random felfedezésekben vagyunk, nem egy irányba megyünk. 30k XP van viszont a zsebemben, úgyhogy itt már a különböző statokra kellene egy-kettő pontot még nyomni. Szevasz Csaba, jó éjszakát, jó pihenést, nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, remélem, hogy jól szórakoztál. Arra megyünk, igen. Ja, és tényleg van pajzsom is. Igazad van. És valóban olyan ajtó állja utunkat itt, nagyon jó. Lássuk, mi van benne. Moon Shade Charm. Ez a második charmunk. És ez mit ad? Jó Isten! Physical Defense 15% és Physical Damage egyaránt. 15% Damage Increase. Hát ez nagyon táp. Ez nagyon-nagyon erős. Hát ezt rohadt mód megérte felfedezni. Hogyha tényleg benézel mindenhova, akkor itt nagyon nagy erősítések jönnek. És ezt a fizikál védelmet még tovább is tudom tolni majd. A 200 helyett... mennyi? 230 lett így a védelmünk ezáltal. Hogyha felfele mennék... Nézzük a tükörajtókat, hát ha... Itt van valaki fent, ez Lady... Lady a... Arval, nem tudom, Lika. A Lady Lika. Ide nem ugorhatsz fel a dupla nélkül, ugye? Úgy sejtem, hogy igen. Ez milyen ajtó lehet a Broken Pass? Broken Pass-be el kell, hogy menjünk. Ha most én itt állok, akkor messze vagyok a nyugi ponttól. De... Hogyha itt most felfele mennék, és balra. Lady Lika. Milyen játék ez? Ez egy durva játék. Felnőtteknek való. Gyerekkel nem játszhatnám. Haza is kell menni, miért a Broken Pass-be elmegyünk talán. És ezzel megyek fel. Nincs itt jelenleg a lift. Nem döntöttetek egyébként rosszul, amikor azt mondtátok, hogy egy dexes karakterrel játszunk. Broken Pass alatti rész. Az lenne jó, hogyha ott lenne a negyedik ilyen síró izé. És akkor megyünk haza a szintlépések miatt. Ox nevű a Great Hall. Hány szintünk van ebből a 30-ból? 3 talán? Igen, 3 pont megvan. Hogyha dexre nyomsz, na itt már tényleg soft cap van, mert itt az első 3 pont damage, a második 4 és 4, tehát akkor összesen 11 pontnyi damage. Vagy elmegyünk vitalitással is a magasba, megtehetjük, bleeding rest meg ilyesmi. Szerintem menjünk rá. Jó, menjünk, legyünk tankosak, tegyünk meg mindent azért, hogy ne haldossunk meg. Volt itt egy nagy templom, több lezárt ajtóval. Temple of the Deposed Gods. Oda is menni kell, akkor a Broken Pass az első, a Deposed Gods pedig a második. Köszönjük, hogy itt vagytok még ilyen későn este is. Broken Pass az első. Tessék. Nem is az volt a neve, hanem a terület neve, az is a... De most akkor keressük meg. Na várja.
akkor meg kell, hogy keresik. Itt van egy liftünk. Kár, hogy ilyenkor nem tudsz szabadon mozogni a térképen, hogy látasd, hogy hova akarsz menni. Itt jobbra is van egy ajtó, éjféli altabb történik. Akkor nézzük meg ezt. Jobbra van valami. Missingall East District. Az volt a neve? Köszönöm. Lesz egy dupla ugrásunk, lehívjuk a liftet. Te itt laksz? Már hol? Ja, te ilyen chatmanó vagy? ...750 XP. Ez az a hely, ahol a lányok nyomulnak, igen. Csak hogy én sokkal erősebb vagyok. Jaj! Hallod, megszereztük a technológiális goggles-t, ugye? És mostantól kezdve a spirituális lényeket lehet látni. Lehet, hogy a dimenzionálisat is láthatnám, ugye? Hát de nagyon király. Itt van a durvi XP farm egyébként, hogyha valaki nem találja a gameben. Hát ez nagyszerű, hogy végtére is ezt is meg tudtuk találni. Itt nem volt titkos ajtó. Elugorhatsz itt? Nem. Pedig amúgy lehetett volna. Lehet, hogy van fentebb egy bejárat valamihez. És a damage-et nem növeltük. Alattunk van valami rész. Ez volt az, amit nagyon sokat szívtunk. Ezek miatt, igen, emlékszem már. Ez fáj, ám öreg. Ugye, van itt minden. Tárgyak is vannak. Rengeteg skúló, amiket ellövöldözhetsz. Össze-vissza vannak már a képesség. És tényleg olyan ajtó van itt. Nagyon király. Ami eddig nyithatatlannak bizonyult. Megnézzük, szerintem ez is valami titk lesz. Lehet, hogy spell, lehet, hogy fegyver, lehet, hogy XP pusztán. Ó, egy Unborn. Az öreg asszony egyik gyermeke. Azért ez meredek. Hogy itt találsz egy ilyet kint. És volna itt még ilyen ajtó, amit nyithatnék? Itt megint dupla ugrással lehet majd felmenni. És ha leesel, az nem jobb. Nem. Ha lemegyünk itt, akkor a Moonshade lékhez igyekszünk. Nem arra megyünk még. Hát, skacok. Az, hogy az öreg asszonynak hová tudták eldugni azt a 20 nem tudom hány gyerekét. Azért ez tényleg úszustalan nagy mennyiség, ez a 20-néhány. Ha azt mondanák, hogy na, 10 darabot szedj össze, fiam, akkor jó. De ott azért tényleg többet, majdnem 30-at lehetett látni szerintem. Nem tudom, mennyi volt a candle-ökből, de sok. Balra. Itt, ha leesel, vajon meghalsz? Néhol igen. Néha olyan, mintha lenne a dashnek cooldownja. Hiába ugrás közben használod. Néha bejön, néha nem. És akkor lent van a nyugi pont. Megyünk utána tovább balra. Megjelöltem valamit magamnak. Ezt miért jelöltük be vajon? Mert elméletileg át kellett volna tudnunk oda. Vagy véletlen raktam oda egy jelölőt. Nem, nézd csak, dupla ugrás, dash. Akkor az ott egy jó jelölő volt, jó. Van egy ajtónk. Ja Istenem, a izében is volt ilyen ajtó. Most itt eszembe, a tükrök termében volt egy kis szobát közrefogott két ilyen. Aha, akkor oda is el kell menni itt. Ez nem tükrös ajtó volt szerintem, itt dupla ugrás volt. Amit kellene szerezni. Itt megjelöltem megint valakit. Ja, itt van az öreg Vajmond. És ennek az ajtaja itt jobbra. A regnáns palota, az működhet, nem? Szerintem oda bemeltünk. Jó, akkor rögtön húzunk lefelé. A Broken Pass-re mondtad? Várjál, mert most akkor Telvinélbe is el kell menni. Egyre több út áll előttünk nyitva. Pedig egyébként győzzük őket, csak hát úgy tűnik, mégsem. Ez milyen ajtó jobbra itt? Ja, jó, ez szimpla, és itt már jártam.
A zöldben volt, ugye, és egyenlentebb. Itt meg aztán rengeteg van az ajtókból. Ezek nem lehet, hogy mind olyan ajtó. Nem, ez a templom a legelső hely. Na, ide is vissza kell jönnünk. Szerintem itt van az a kehely, ami sír. Vagy a kelyheket tartó síró izé, tudod. Ezt még mindig nem tudjuk kinyitni, sajna. Ide valami más kulcs kell. Nem lehet, hogy valami NPC-nek a jutalma ez esetleg? Oda bent is vannak tárgyak, meg egyebek. Na, a Twitch-el ennyi reklám van most, és 8-ig reklámot megnézik, lássam live-ot. Én nem tudom, Biló. Hát ez egy ilyen alapbeállítás a Twitch-nél. Én annyit tudtam tenni az ügy érdekében, hogy a feliratkozóknak ne legyen. A többit azt nem én menedzselem. Automatikusan érkeznek. Végig mehetsz, de ott nem találsz semmit. És akkor mind a három ajtó itt be van zárva még mindig. Azt még nem tudjuk, hogy itt mik lesznek, de szerintem ugyanaz a kulcs nyit itt mindent. Le kéne jönnünk ide. Lehet, hogyha a négy könycsepp megvan, vagy négy... Na, most már megnézem, meg kíváncsi vagyok, hogy tudjam később. Brutál, hát... Ha kampány van, akkor nyomják neki. Figyelj, ezzel is támogatod csatornánkat néhány fillérrel. Nem sokkal, de néhány fillérrel. Ha esetleg ez valamennyi pozitívum. Ezek sajna ilyen kulcsos ajtók lesznek, és akkor itt is az van. Megnéztük itt a titkos ajtókat? Na hát szerintem meg. Jó, legalább tudjuk, hogy mindenhez kulcs kell. És itt van balra az a rész, aha. Jobb oldali irányba nem lehet esetleg lezárt titkos ajtó valahol. Nem. Nem is lehet átbújni? Nem. Nincs tárgy sem, nem, semmi nincs ott. Milyen lesz a hetetek? Meséljetek, mit fogtok csinálni? Én nagyon szeretnék kimenni a kertbe, de hát ilyen esőzések mellett nem igazán van arra alkalom. Ráadásul a kocsi sincs itthon most jelenleg. Itt indultunk el, és innen balra. Lehet, hogy az lesz majd a sztori vége, hogy... Hát nem, itt nem mehetsz át sehogy sem. De akkor hol volt az a könycseppes hely? Mert akkor most az is furi, hogy nem ebben a... Érdekes módon nem ezen a helyen van. Vagy lehet, hogyha... Lehet, hogy a baloldali terem kinyílik, hogyha... Tehát itt vannak esetleg a könnyek bent. Nem lenne az sem esetleg lehetetlenség. Megvan a négy folyás. És utána átengednek. És innen balra. Jó, ez megvan. Mithringalban, várjál, a tükrök termében kell, hogy legyen most továbbjutás. Meg ez a Broken Pass-es rész, amiből még mindig nem tudjuk, hogy mi a fene az. Itt jobbra nem az. Ez a kettő, ez biztos, hogy nem az, ugye? Ez melyik NPC van itt balra? Katarina templomban. Ja, ez a Chelsea. Most, hogy megcsináltam egy-kettő küldetést, ő nem csinál valami mást? Nem, ez még mindig csak az item vásárlás, semmi extra, de fel lehet ugrani fentre. Templomos hely, azt akkor most letudtuk. A régens kapvainál nincs semmi. Frozen Caverns-ben szerintem nincs semmi most, csak a dupla ugrás, majd később. Delvinilnél jobbra, az biztos, hogy kell. Azt tuti, Ruined Outpost, az nem látszik jelenleg. Lehet, hogy innen kell mennünk. Ott például jobbra lent látod, van valamilyen ajtó. Meg itt is van valami ajtó jobbra. Hát ezeket most jobb lesz, hogyha megnézzük. A liturgikális persznél én már jártam a mai epizódban, ugye? Tehát, hogy... De jól lejöttem onnan. Itt volt olyan ajtó esetleg? Emlékeztek olyanra? Fent kell menni még mindig. Megint az lesz, hogy végigmegyünk mindenen, és kvázi farmolunk, pedig amúgy nincs. Nincs szándékom a farmolásban, ra, valami ilyesmi. Be is gyújtott minket az öreg. Abban az XP-ből, amit megadott, 10 healinget úgyis kiveszünk majd. Itt valami jobbra van. A
Az a láng az nem szerencsés, hogy közben ők is még köpik ránk a hülyeséget. Ez egy ilyen ajtó. Jó, akkor ez is megvan. Jó. Hallod? Mindenhová leraktak valamit, amivel foglalkoznunk kell. És itt még nem járhatunk bent lent. Nem néztük meg a titkos ajtót jobbra. Viszont itt iszonyat égetések peregnek. Valami dob... Aha, ott van valami nagy. Ez itt kettő healing injekció. Látlak, már tudom, hogy melyik vagy te. Lehet, hogy spellezni kellene, nem? Egyver képesség használat. Tök jó, hogy ennyi manánk van. És nézd csak, valami tárgy van mögötte. Na lássuk, miféle fegyver vagy spell ez. Megkaptuk a ritka prototípus blueprintjét, akkor megint lehet a fegyvereket tovább fejleszteni. Hát ez nagyon-nagyon fontos volt. Nagyon király! Akkor elérkeztünk oda, hogy tényleg így egymás hegyére hátára van pakolva a világ összes fejlesztése. Alul gondolom nem mehetünk a titokba. Vissza kell mennünk, el kell költenünk majd akkor még egy szintlépést. Fegyverünkre, bár onnantól kezdve már nagy damage increase nem lesz. Itt lent még lehet valami, és ott balra is lehet valami. Mind a kettő érdekes. Akkor menjünk még először, ezeket csináljuk meg. Amúgy is XP-zünk, meg szükség lesz majd a kavicsok megvásárlására is szerintem a különböző vendoroktól itt ott. Lehet, hogy leszakadtam a chatről, vagy csak elaludtatok időközben. Ez dupla ugrós hely lesz majd. Már megint ugyanott vagyok lent, ahol nem akarnék lent lenni. De ezt most már itt hagytam, de mi lenne, ha most már elintézném, hogy... Valami 500 XP-t ad? Vajon mi van Ivánnal? Mondott valamit ő is, azt hiszem. Beszélgettünk a tegnapi filmről, aztán eltűnt. Ha reszetelek, akkor jobbra már nem kell mennem. Azt hiszem kb. 9000 most a szintlépésünk. Odalent lenne egy ajtó, ezt már is megnézzük akkor. Nem tudom pontosan, hogy melyik van arra, de megnézzük. Mi van, hogyha elmész ezek mellett, de nem pusztítod őket el? Annyira szeretném érteni ezek funkcióját. Ilyenkor átdobja az X... Igen. Az XP-t átküldi. Jaj, ne, várjál, itt a másik oldalon szerintem szimpla lezárt ajtó lesz, ugye? Itt kellett okosan szaladni. Nem jó, már jön. Tegnap azért léptem, mert horror volt. Tegnap bizony horror volt. Hát amikor meg nincs, akkor meg az kéne. Tévedtem, jó, hogy erre jöttünk. De még milyen jó. Lássuk, mit kapunk cserébe. Blood Moon Charm. Oké. A harmadik charm slot is feltöltésre kerül. 15% blood damage, blood defense, resistance to bleeding. Hát köszönöm. A barlangnak a második részét néztük tegnap, a Descent című film, hogyha megvan esetleg az első rész. Én még nem láttam a második részét. Most megnéztük azt. Ha innen mennék... Hát nem, mert amúgy is át kell szaladnom alul szerintem, bár lehet, hogy fent biztonságosabb volna. Ezt amúgy meg lehet bántani? Hát inkább nem kockáztatom meg. Gyorsabb vagyok a spellnél, hát lefutja! Amúgy ott fent az egy 1000 XP lett volna, hogyha elintéztük volna őket. Azt hittem, hogy az még ott eltalál. Ezt hogy csinálod meg? Már megint gondban vagyok. Ezt mindig sikerül elrontanom. Nem hallottál még róla, hogy van második rész? Van neki, igen. Tudom, hogy meg lehet csinálni. Már megcsináltam ma egyszer. Ez fájni fog. Jó. És hogyha úgy mész, hogy így, és... Azaz, na végre megvan. Azért ott a pixeleket egy kicsit, csak egyel vagy kettővel vitték volna lentebb.
már boldogabb lettem volna. Menjünk balrám. Lehet, hogy a vitalitásból a HP-m is növekszik, mert egyre hosszabbnak tűnik nekem az a bár, és nem tudom, hogy miért. Rapot. Nyugodtan, persze. Gázoljon át. Elfelejtettem, hogy ez itt is jön. Lesz olyan fejlesztés, otthon megülsz. Tudom, hogy lehetem majd még vásárolni esetleg. Moon Silver Stone-okat. Ez volt a duplázó. Oké, azt tudjuk, hogy fent van. Hát azt sikeresen megcsináltam. Hosszar helyre tettek téged, nem mondom. Csak környéken kell lennie valahol. Itt fentebb, aha. Na, ez most megint olyan lesz, ugye? Barátom. Áááá, te! Úristen. Hát belefájdul a kezem ebbe. Alattunk gondolom nincs semmi. Érdekes, mert itt a sárgában, nézd csak. Hogyan jutottam fel én idáig Marshland of Shadows-ba, hogyha itt nem mentem Erlinben tovább balra? Pedig ez nagyon olyannak tűnik, hogy itt lenne valami. City of Erlinbe el kellene mennünk, bár a nem írja a checkpoint nevét. Nem lehet, hogy itt egyáltalán nem is lehet felugrani sehogy. Ez nagyon jó volt, mert akkor mehetünk körbe alul. Kemény cicázások csak itt nálunk a teachpertv.mókáson. Hát ez is adogatta az XP-t azért, nem mondom. Sokat sajna nem. Ajj, de közel volt. De ezt csináld ezt velem. De szemétláda. Hogyan lehetne? Hát hogyha lenne dupla ugrás, ugye? Akkor biztos, hogy lehetne. Akkor lehet, hogy a másik oldalról kellett volna megközelíteni, és most megint mehetünk át a bengákon alulról. Rácsimpasz... Az a baj, hogy... Hála a jó Istennek megvan, nem tudom, hogy hogyan, de néha megvan. Kb. Ilyen 20-ból egyszer megcsinálom. Ez meddig jön ez a spell? Még jó, hogy eltalált, mert így legalább a saját izéje sikoltása nem intézett el. Erland, köszönöm, köszönöm. Itt van valami? Nincs. Nézzük? Majom. Ennyit a fákjádról. Hát aki a tűzzel játszik. Aj ne. Ja de, fel tudtuk szívni magunkat, nagyon jó. És itt is egy Nikrux ajtó van. Hát nem tudom miért így nevezem, valószínűleg nem az a neve. Itt is csak egy fegyvert találunk e mögött. Ez egy spell. Az átkozottak... Mi a, az égők átka? A megégetettek. Vagy valami ilyesmi átka. És ez miféle? 32 a fókusz kosztja. 108 fire damage. Ez viszont kevesebb, mert mindból A-szinten scale-el fireball. Amúgy nem rossz. Főleg, hogyha utána ott marad és... Ah, már értem. És hármat tudsz elkasztolni belőle. Jó, ezt megtartom. Az égetés jól fog jönni, és... Tükrök terme, az a következő. Itt felmehetünk valahogy? Aha. Azt hiszem, hogy itt volt a boss, ugye? Amit megvertünk és megkaptuk a hatalmát. Igen, 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 ez volt az. Itt felvettünk mindent, megkaptuk a képességet, átjöttünk jobbra. És kijutottunk az elejére. Ez jó. 21 ezerből kettő szint mehetne, de szerintem fegyverhúzás lesz majd. HP bar increase sem lenne szar. Nos, akkor elmegyünk gyorsan. Telvinilben biztos, hogy jobbra tudunk tovább menni. Kellene nekünk az a... Mithringál valamelyik részét mondtátok? Ezt mondtad, hogy West vagy East, hogy ott is lesz valami? Hát ott fölötte van kettő ajtó, de azt nagyon furcsán csinálták, meg nem teljesen értem, hogy mit akar az a kettő ajtót jelenteni. Elmegyünk, megnézzük.
hogy ilyen, hogy egymás fölött van kettő jelölő, nem sűrűn látsz ilyet. Azt hiszem itt bent van balra. Ebben a városban is lesz azért még teendő bőséggel. De akkor ezek szerint ez az ajtó nem nyitható, tehát ez, ezért van így lezárva. Gondolom ide meg nem mehetek át. De lehet, hogy ott van bent egy ilyen tunnel, és akkor itt érkezel meg. Tehát lehet, hogy megérné meglátogatni Lady, nem tudom, Likát. A Lady Likára ránézünk egy picit, aztán utána majd eldől, hogy mi lesz. De lehet, hogy dupla ugrancs. Hogyha jobbra mész, akkor semmi, jó, mehetünk balra. Ott is majd dupla ugró jobbra is. Mennyi helyet kell majd még átnézni a dupla ugrás képességgel? Be lehet menni? Igen, de az csak annyi, hogy ott volt bent szerintem egy tárgy letéve nekünk. Nagyon rég nem voltunk már ezen a helyen. Te oda fel tudsz amúgy menni? Nem. Dupla ugrással igen. Ezt nem vettem észre, hogy ide feljöhetünk. Vagy ide spawnolt egy item. Én ezzel a nővel még nem találkoztam. Szia fogoly, mennyire szeretnéd? Majd megszerezzük a játékból, hogyha megjön. Egy ilyen jóképű férfival találkozni ezeken a részeken, vagyis ezen a város részen, még a sötétségen keresztül is, milyen revitalizáló találkozni egy ilyen emberrel. Összekövetést üdít nálunk. A titokzatosság az része az én imidzsemnek. Tudsz táncolni, fiatalember? Hát én már nem emlékszem arra. Én táncolok mindenhol. Koszban. A floor az valaminek a padlója, vagy csontok között is. De mindig az árnyakban, meg a gloomban. A gloom az mi is volt? Azok szeme elől elrejtve, akik bántani akarnak engem. Más volt a régi időkben, mielőtt minden tönkrement volna. Hogy szeretnék újra táncolni egy bálon? Még sincs meg a módom arra, hogy utazzak. Mindenki, akit ismertem és szerettem, szétszóródott ezen a vidéken. Aha. Várja azt a napot, amikor újra látja majd a napot táncolni. Hogy megtalálja önmagát, amiről már úgy fél, vagy attól fél, hogy már régen elment. Annika. Az én nevem. Te pedig Erik vagy. Vannak suttogások egy idegenről sorainkban, aki eltévedt az útján. Talán hozhatnál valami frivolitást? Összeintézhetnél nekem egy táncot, és akkor utána segíthetnék neked, hogy kicsit tisztában láthass a sötétségben. Az nem kis tett volna amúgy, nem kis tett volna. Persze, hogy nem. Mégis úgy érzem, hogy jól fogsz cselekedni. Vannak mások, akik segíthetnek. Néhány jó ember, aki az árnyak között marad. Tudni fogod, amikor megtalálod őket, Erik. Jó szerencsét kívánok. Ismerek egy helyet, ahol biztonságban lennél. Menj a menorba. Aha, akkor lehet, hogy mostantól kezdve ő is a menorban lesz megtalálható. Megérte ide eljönni. Jó. Itt van. Ezt a teleportot nem találom. Nem lehet, hogy nem nyitottuk ki, csak ide jöttünk, és nem értem. Miért nem mehetek ide? A Broken Pass-be. Hiszen ez alattunk van. Szerintem ez egy szimpla lezárt kapu lesz. Ez az alapkiinduló városnak a hubnak az alja. És ha most jobbra mész és leugrálsz, vagy menjünk balra, és itt menjünk keresztül, ez lehet, hogy hosszabb út, mint amerre jöttünk, nem? Menjünk jobbra. Tele vagyunk XP-vel, nem kell most több hirtelen. Szava szemhajnal, hogy vagy, mi a helyzet? Jó estét neked. Remélem, hogy minden szuper nálad. Akkor átmenjünk ebben a játékban, hogy meghűlsz. Már el tudjuk verni azt a Big Boss-t is, akit eddig soha. Az ajtóhoz kell majd találnunk egy átjutási módszert. És hogyha itt most lemész a lifttel, hát ez felfele visz minket, nem? Igen, mert itt létrán kellett közlekedni. A hideg Edwin. Edwin már megvolt. Az már rég megvolt, nagyon rég.
Nem láttad azt? Az még a második résznek volt a sztárja, azt hiszem. És akkor az alapkiinduló helyre menjek le, és akkor ott lesz az ajtó, azt még meg kéne nézni. Utána meg mehetünk akkor fel Mithringalba, amit láthatunk. Nem. Még két hely van előtte. Akkor először menjen a fegyverfejlesztés. Eljött ide az NPC? El, itt áll. Eric, what a splendorous place. Milyen csodálatos hely. Tökéletes hely lenne ez az én táncomnak. Megtetted az előkészületeket, bízom benne. Hát sajnos nem, még kell idő. Várok majd nagyon is. Ezen a helyen érzek egy jelenlétet, amit már régóta nem éreztem. Mégis ismerősebb, mint amire bármikor számíthattam volna. Jól van. Kaptunk egy spell tőle. Omniscient Eye of Protection. Ez lehet, hogy egy védő. Érdekes, egy védő spell. Mit mondott? Csak azt szeretné, hogyha valaki táncolna vele egyet újra. Miért nem tudunk vele táncolni? Ez a rész is egy érzelmi hullámvasút volt. Ja, most végezte az animéddel? Beszéljünk a mamával. Be kell, hogy valljam. Érzem, hogy elég heavy loadot viselsz magadban. Fiatalember, mondja a mama. Hát sajnálom, de azt nem adhatom magának. Heavy az a load, mama. Heavy. Szóval azt mondja, hogy csak egy nyalintás abból a hatalomból, amivel nem lehet óvatlanul bánni. Olyan íze van, amit már megkóstoltak azok, akik... mit csinálnak, meghajolnak azok előtt, akinek hatalma van? Azokat intézik el, akikre ő vadászik. Ami tiltva van, mégis brilliáns hatalom. Még azok számára is unforgiving, tehát nem megbocsájthatatlan, akik viselik. Mégis a mestere akaratára tesz, pusztítást végezve. Hamarosan el is tűnt, az elméje most már a sajátja, és valami csatában két hatalom között elveszett, és a liturgikális peszben volt, azt mondják, egészen mostanáig. Azt akarja mondani, hogy ott a liturgikálban van nekem valami még, amit fel kell venni. Nála spelleket lehet ugye vásárolni, meg olyan itemeket, amikre jelenleg nincs szükségem, de jó tudni, hogy itt megvan. Orb of Dark Power, ami felrobban az Impactnél, aha. Demi Shade Orb is van a mamánál. Nézze csak, mama, nincs maga mögött egy titkos ajtó? Nincs. Jó, ezzel megvanánk. Akkor a másik irány. Nem lehet, hogy ide jön majd valamelyik gyerek közül az egyik. Az egyiknek baba kell? Nem. Itt sincs titkos ajtó? Nincs. Ettől függetlenül szépen haladunk. Nagyon is. Mert a fegyverfejlesztés. Kettő NPC-t is találtunk. Level up weapons. Odaadjuk a ritka prototípust. És a fegyverünk, mert hogy szerintem ezzel már végig visszük a játékot talán, úgy néz ki, hogy 248, az 11, plusz 11, tehát 22-vel nagyobb damage. 12.970 kell hozzá, és tele vagyunk amúgy Moon Silverstone-nal, tehát akár még tovább is tolhatnánk, hogyha lenne 16.930 nálunk, ez megint 11 plusz 11, tehát megint 22 damage, és most már strengthből is scale-el. Mi látszik, tehát megérte 16 estért magunkra tolni, rohadt jó. Tök jó hűvös, ahol lehet hűteni a lakást. Igen, igaz, igaz. Jó, akkor most megint erősebbek vagyunk. Viszont még mielőtt... Nézzük meg a szintlépést. 10.000-be kerül a szintlépés. Mamának le lehet adni egy gyereket, de szerintem egyre felesleges. Kell neki még vagy 30. Feled kell beszélnem? Örülök, hogy újra találkozunk, mondja. Oké, én is, szia. Várjál, jobbra lent van egy ajtó. Elnézést, még mielőtt. Milyen anime az, amiben minden résznél sírtok? Nem jó helyen vagyok. Ez az Ossaus Fortressnek a vége. És akkor ez nagyjából ki van tisztítva, leszámítva a dupla ugrós részt ott. Valami van majd itt fent, oda majd szintén dupla ugrás kell. Meg itt szerintem tutira van még dupla ugrós dolog, amit hátrahagytunk. Akkor nem itt kellett kijönnöm, hanem a másik irányban.
A Violet Evergarden nekem a Plastic Memories. Ekkora király anime sztárok vagytok, imádom, hogy ennyire ismeritek ezeket. És ha itt jössz ki és a mamánál mész, nem. Nem, balra megyünk és lentre. Na lássuk, hogy lesz-e itt olyan ajtó, amit kinyithatunk. Akár Nikruxos, akár tükrös, mind a kettő működhet most már. Tassa csak, hol fáj? Ó, Jézusom, ketté vágtuk a fejszéjével a fejét. Ennek meg kilőttük az agyát. Saját puskájával. Zseniális egy játék este. Zseniális egy játék. Mindenki ki van végezve. Jobbra megyünk tovább. Titkos részeket itt nézegettem vajon? Hát itt még nem is voltunk tudatában annak, hogy lehetnek titkos részek is mindenhol. Amúgy ezeket megverni is felesleges, mert nem adnak annyi XP-t sem. Csak az időt vesztegeted vele. Hogyha leugrasz, nem, megyünk jobbra. Alattunk vannak enemik, de nem foglalkozunk most velük. Annál sírtam, amikor az anyuka meghalt, ott bőgte, mint az állat. Jaj. És akkor itt dupla ugrás és jobbra? Igen, az látszik. Nem, mert jobbról megyünk majd. Tehát akkor itt, hogyha dupla ugrással feljöhetsz, itt lesz egy egész új terület, rendben. Ez már aktiválva van? Ez az Old Ruins. Aha, és ez nem nyílik ki. Ez valahogy csak belülről nyílna, ez viszont... Ehhez innen kell felugrálnom duplával? Aha, szerintem ott lesz egy átkötés a területek között. Jó, hát legalább megtudtuk akkor, hogy mi a helyzet, hogy mire kell odafigyelni. És itt átmenve lenne ajtó, azzal bekerülsz ide a City of Mithringalba. Mithringalba mehetünk a tükrök termébe. Ott is lesz egy rész, ami ki van zárva. Azt mondja, hogy... vagy ki volt eddig legalábbis. Hall of Mirrors. Ott fent, balra fent, nézzük már is. Ha itt nézelődsz, balra alul is van valami. Remélem, hogy új irányból közlekedünk, vagy közelítjük meg a dolgot. Meg itt van egy NPC-nk is. Ez nem a kislánynak a... aki a játékokat kéri? Ez melyik? Melyik NPC volt itt benn? Nem, erre nem is emlékszem. Mert ez nem NPC... De ez az. Most láthatjuk őt, hogy itt van, de... Az ő nevét nem is jelzi a játék. Érdekes. És nem is beszélhetek vele, lehet, hogy ő... Mi a fene ő? Bántani nem tudott, tehát NPC. Lehet, eddig nem is láthattad. Igen, biztos vagyok benne, hogy... A technológiai cuccendári az rápöccintett a látási viszonyokra. Azt hiszem, hogy itt van a tükör, látod? Uh-huh. Ahova nem mehetünk be eddig. Remélem, hogy ide rejtették el. Nem, csak XP van. Viszont ott meg másik irányában meg tárgyak vannak. Akkor át kell mennünk felülről a körbe. Az fáján. Jó Isten, most más irányba megyek. Igen, megváltoztatta a menetirányt. Ez gyönyörű. És ez sokáig fog tartani rajtam. A jobbra nyomom, most balra megyek. Asztalom jóját. És ilyenkor sebződés? Igen, sebzés is van rajtam. Próbáljunk ellentenni neki, így. Kár, hogy nem használtam azokat a eszenciákat, amik toltak volna az XP-n, mindegy. Shit. Ezek ilyenkor, aha, ide be lehet bemenni, ez lesz az. Örülök neki, hogy ez is megvan végül. Most már újra visszaállunk a rendes irányításba. Dark Tears Powder, Forbidden Bomb, meg a Dreamcatcher pasztilla. Hát jó, kicsit másra számítottam, de legalább megjött ez is. Még mindig nem tudjuk, hogy hova dugták el a negyedik serleget. Itt viszont akkor lehet tükrözésekben benne lenni. Ezt hová viszel?
lehoz minket ide, és innen kimehetsz erre. Ez közelebb van ahhoz a részhez, amit keresek, de hogyha megnézzük az összes irányt, ez a... Nem ez az. Ez pedig fent van, még egyszer. Ez is itt van fent, egyik sem jó volt. Hát talán a jobb szélső volt még használható ez. Mert innen csak átszaladsz balra, és akkor innen meg lemegyünk, de hogy hogy jutsz be oda lentre, azt még nem tudom. Remélhetőleg mindjárt megtalálom. Hamarosan hidratálok, köszönöm a kiváltást. Itt voltak az ugrós gézák, vigyázni. Nem itt sírtak a serlegek? Amúgy. Lehet amúgy. Könnyen lehetséges, hogy itt volt valami. Menjünk balra. Sírlegek, igen. Balra és lefelé, és ott nincs titkos átjárunk. Itt már jártam szerintem. És itt felszippantottuk magunkat, hogy balra mentünk volna, ugye? Itt van a nagy tükör, ez viszel minket az alsóbb részekre. És balra pedig egy lezárt kapu, amit nem tudsz kinyitni. Itt volt a boss fight. Így van, még mindig itt van a teteme. Ez is World Bossnak kellett, hogy legyen talán. És ez pedig visszahoz minket felülre. Nem, ez World Boss, igen, itt vettük fel. Akkor már lehet, hogy három van meg abból a dologból. Nem király itt a zene. Healing injection, de jó. És ez hová visz? Elhozza nekünk a liftet. Vagy ha alálsz, meghalsz. Balra milyen terem van? Ez csak egy... Azért ránézek a falra. Titkos szoba. Semmi, mehetünk. Jó, hogyha ez is megvan, akkor Mithringál következik szerintem már innen. Itt, hogyha leesel, meghalsz. Még jó, hogy nem estem le. Itt szedegettük amúgy azokat a izéket is. Serlegbigyulákat. Én nagyon szeretném azokat is megszerezni, mindegyiket. Kár volna, hogyha véget érne a játék, mielőtt ezeket a questeket befejezhetném. Várjál, most elmentem a nyugi pont mellett, igen. Itt van fent a gyerek, ott meg van egy ghost, akkor ezek szerint jó. Ha itt le... Ez hogy lehet, hogy itt nem estem le még sohasem? Mi a fene? A kis csajnál le lehet esni ott. És még soha nem mentünk oda lentre. Lehet, hogy elhagytunk egy egész nagy területet esetleg? Vagy lehet, hogy ott valami más, valami buff van, vagy mármint, hogy ilyen erősítő dolog. Pedig jártam erre az előbb, hát itt jártunk, néztem azt a maszkos izét. És itt lentre. Hát megőrülsz. Ez mikor nyílt ki? Vagy ezt eddig nem lehetett látni? Hogy az igazság mögé láthass, a valóságot el kell vetned, és magadhoz ölelned a sötétséget. Kettő kis ablak. Abba az igazságba, amit muszáj keresni. 3000 XP és egy NPC. A Veiled Maiden. Ez itt az elfátyolozott szűz. Azt mondja, hogy egy masktalan közelít meg. Gyere, hadd nézzelek meg jól. Hezitációt érzek benned. A megjelenésem zavar téged. Igen. Szörnyűbb dolgokat láttam én már attól, ami előttem áll. Azt megértem, mert sötétté váltak ezek a területek a környéken. Az öröm szép lassan kivész innen. Volt egy idő, amikor táncoltunk volna harmóniában, de valaki számára az az öröm soha nem volt elég. A tökéletesség utáni hajszájuk és a halhatatlanság után elintézte azt, amit már ami nekünk kedves volt, vagy ami, mi az, hogy snuffed out? Sniffnek a múlt ideje a snuff? A sniff az a kiszimatol? Napokon át táncoltunk, meg éjszakákon át a lila virágok között. Aha. Mi ez a hely? Egy rom.
valamilyen szörnyetegről beszél, grotesk, beast of corruption. Igen, de valaha itt szépség volt. Igen, világosabban emlékszem erre, mint bármikor, vagy bármi másra, és a táncra, a maszkos bálok, amiket én szerveztem, legendásak voltak. Szeretnél esetleg egy másik ilyet? Hát, megfelelő pénzért persze, de kinek is? Annika szeretne újra táncolni. Úgy gondolom, hogy... Aha, na értem, és akkor ő most eljön velünk a menorba? Kioltották, kifulladt, köszönöm. És akkor most ő szerintem eljön majd velünk haza, ha minden igaz. Mi ez a venue? Tehát, hogy neki nagy venue kellene, hogy mit jelent ez? Jó, még egy NPC-t találtunk. Viszont akkor meg lesz a tánc otthon szerintem már. De akkor totál megérte. Totál megérte megnézni az összes helyet. Itt majd lesznek még dupla ugrásos kitalációink, ezt látjuk. Mehetünk Missringalban tovább. Szerintem az az egyetlen hely most már, ahol mehetünk. De jó volt kideríteni. Nézzük, hogy ja, menjünk haza, mehet a tánc. És szerintem szintlépés is lesz talán a fegyverben. De nem volt itt egy mob, amit elintézhetnék, mert 16.008, úgy emlékszem, hogy nagyjából ennyi, de ez nem ad XP-t, ugye? Nem hát. Nagyjából ennyire volt szükségünk arra, hogy, hogy a fegyver szintjét még egyel megtoljuk. Bár lehet, hogy jobban tenném, hogyha inkább a, nem ezzel foglalkoznék. Itt volt fent egy mob valahol, nem? Ah, Isten, már megint minek kutatom őket, felesleges. Legyen sánc. És jobbra van a nyugi, oké. Hát akkor húzzunk haza. Legalább az meg lenne. Hogy itt nem volt fent valaki? De ott van egy tárgy. De ez duplaugrós szakadék? Lehet, hogy meg lehetne. Duplaugrósnak néz ki. De lehet, hogy nem lehetetlen. Hát még egy nagyon pici hiányzik hozzá. Akkor húzzunk haza. Utána pedig elmegyünk majd. Lehet, hogy a Moonshade, de nem, hát az titkos fal mögé volt bezárva. A Moonshade Lake-i monster. Meséljünk neki Erlimről. Találtam valakit, aki... City of Erlimben teljesíteni a kívánságodat. Egy maszkos bál. Tiszteletedre, Erik. Soha nem gondoltam, hogy újra fogok táncolni. Hát valóra váltottad az álmaimat. És akkor Lady Annika questje is megvan. Jó, és akkor most... ez melyikük? Ez a... Te mi ennek a neve? Valaki jött ide. A kislány ide jött. Aha, a kislányal most nem. Jobb oldalon volna a fickó, aki ugye arról beszélt, hogy valakikre vadászik. Na hát vele sem lenne ártalmas beszélni, hát ha az ő questje is készen van. Nem, ez csak elmagyarázza, hogy hogyan működnek a liftek meg egyebek, nem kell ez nekem. Jó, hát remélhetőleg akkor a tánca az meg lesz, tehát megkapja az... El is tűnt. És akkor most ő elment... Oda? Szia Jégábor 9, milyen játék? Ez egy Metroidvania, ami a Bloodborne-ra hajaz nagyon erősen. Ismered a Bloodborne-t? Level up, de tudtam én, hogy egy 100-as hiányzik. Ah, Istenem. Pedig de jó lett volna. Na, hát hogyha ismered a Bloodborne-t, akkor ez minden tekintetben nagyon hasonlatos ahhoz a játékhoz. Hát kár azért a 16K-ért. Hogyha most elmegyünk valahova, akkor összekövetést üdvít nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Upper District. Az lehet? Hogy ez kell nekem? Szerintem nem. Pedig már kiszúrtuk azt a helyet, amerre valószínűleg tovább megyünk, ugye? E fölött vagyunk egy kicsivel.
Én úgy emlékszem, hogy valami pedig ott volt Missingalban, és hogy jobbra felé kellett volna menni. Ez a mocsár. Van egy ajtó, nézd csak a Drowned Cryptben. De az lehet, hogy az nyitható? Hát hogyha nem így nyitott ki, akkor hogy nyitott ki azt ott? Ezt megnéztük már? Bocsi, össze-vissza megyek, de... Számtalan hely. Frostmunk egyet befejezted? Nem. Még csak a második küldetést teljesítettük tegnap. Türelem. Türelem, mindenre lesz elég idő. Lehet, hogy felülről kellene menni, mert alulról nem fog tudni felmászni. Emlékeztek erre a helyre? Voltam én itt már. Nem voltam itt még. Ez nem rémlik, hogy én itt lettem volna. Ma még legalábbis nem. Előzőleg igen, de ma még nem. Ugye ez nagy bagyomja. Van olyan demokrácia. Akkor itt végig szaladsz és balra. Ez nem ilyen izé hely volt? Amihez vagy a dash kell. Ez így eddig jó. Ezt azért toltam ide, hogy fel tudjak mászni? Vagy ezt lefelé kellene vinnem innen? Ó, nem mondod, hogy ez ilyen. Pedig valahogy be lehet jutni oda. Itt van egy kallantyúja. Nem lehet, hogy itt ez a járat titkos fallal átenged. Jaj Jézusom, de szerintem más nem tudok elképzelni, hogy a másik oldal a titkos falas kell, hogy legyen. Viszlát öreg. Hát akkor menjünk végig. Katát már el is sikerült altatni időközben. A jókat szokott itt nálunk aludni, nem is igaz. Miért húztuk ezt ide vajon? Azért, hogy fel tud ugrani. Ú, ez mondjuk erős volt. Nem alszik! Hogyha most körbenézünk, alattunk van az az ajtó, tehát jó irányba jöttem el. Van stream menetrend? Nincs. Nagyon sokféle játékkal játszunk itt a csatornán, ez egy variety csatorna. De nem vagyok robot, tehát hogy nem tudok úgy játszani, hogy parancsba van adva, meg hogy akkor érezzük jól magunkat, meg akkor megjátszom, hogy én éppen azzal akarok játszani, miközben rohadtul akarok játszani mondjuk a Frostpunkkal, és közben mondjuk egy másik játékkal kell játszani, mert megígértem a menetrend szerint, az nekem nem működik. Úgyhogy sajnálom, de menetrenddel nem tudok szolgálni neked. Ha megnézed alul a paneleket, akkor ott meg tudod találni, hogy milyen játékok futnak a csatornán jelenleg, és azok közül szoktam válogatni esténként. De hát itt nincsen titkos. Fönt ebbe egyen lehet. Hát figyelj, ez most nem teljes. Lehet olyat, hogy elteleportálnak majd... Nem is értem. Ó, azt arra nem... Arra nem gondoltam, hogy itt ilyen van alul. Hol vesztettük el azt a rengeteget? Mert rengeteg volt. Itt, jobbra fenn. Ez most kellemetlen, igen. Mehetünk vissza egészen odáig. Szerintetek honnan a francból mehetnék be oda? Mert a másik oldalról nyílik, ez már látszik. Itt hogy nem ugrottam oda be? Nem volt elég eszem, nem volt meg a dash képesség. Moon Silver az nagyon drága, az annak most nem tudunk örülni. És akkor itt mentünk balra, ugye? Nem, jobbra. De a bal se szar. Nem lehet, hogy innen teleportálnak át. Nagyon remélem, hogy jó irányban állok. Szerintem itt raktuk le a létrát.
Nem lehet, itt úgy kell verni a falat, hogy valahol beleakadjon a penge. Nem látszik amúgy. Hát oda kell születni, igen. Ja, Istenem, megvan. Tudtam, hogy meg lesz. És megérkeztünk a másik oldalára, igen. Middle Mist pasztilla, meg 4000 XP. Na, hát akkor ez most már nem fog minket idegesíteni. Viszont vissza kell másznom. Oda, ahol elvesztettük a szólokat, arra vigyázni kell. Ez hogy ide ugrott, mi? Na, pont sikerült hozzáérni. Jó, megvagyunk még egyel. 23000 XP nálunk van, húzzunk vissza lefelé. És akkor most itt 2 darab titkot is sikerült így elintéznünk. Szerintem minden vagyunk a leggyorsabbak balra. Mithringálban nézünk körül. Az az ajtó, amit én úgy gondolom, hogy látni véltem, hát itt... Itt valami miatt nem mentünk át. Lehet, hogy ez magasabb annyival, hogy nem tudsz ott egy dash-sel átjutni. Pedig szerintem ezen a helyen valami... nem tudom. Ha itt felmész és felugrálsz, akkor meg kéne próbálni Mithringálban előre mennünk valahogy. Először mindenképpen fegyverszintezés fog következni. Nehezen találjuk az utat, mert a moonsérlék az mivel egy lezárt terület volt eddig. Én nem gondolom, hogy arra kellene menni. Szerintem tönkre rontom a játékot. Rázott drón, én eddig hogy tetszik, gondolkodom rajta, hogy csináltam, valaki játszott már vele. Kata 148 végig vitte, tőle kell kérdezni. Én szeretem az ilyen típusú játékokat, mint a Rise of the Ronin, úgyhogy én meg vagyok vele elégedve. Bár a sztoria az annyira nekem nem annyira tetszik. Na, hogyha nem a sztorikra mész, mert a Team Ninja játékai soha nem a sztoriról szólnak, vagy nem abban erősek szerintem, akkor egészen szórakoztató tud lenni. Néha egy kicsit zavaró, hogy tök nagyok a területek is, olyan feleslegesnek érződik a területek kimaxolásai. De el lehet vele szórakozni. Két piros ajtó egymás, mert az is egy ilyen rész. Tényleg? Az is másik oldalas? A Batitor ébren van, hát ő tanul. Olyan vizsgái lesznek, megülsz. És akkor a Severance Reaper-t rakjuk fel. Ilyen nem lesz elég Moon Silver-em. Hogyha másik fegyvert találnék, akkor itt már tényleg a maxolás zajlik jelenleg. Hát még én rányomom. És 4 a következő, meg 20k XP. Cserébe 10 plusz 12, 22-vel nagyobb damage. Itt folyamatosan 22 damage-eket rakunk a fegyverbe bele. Most már hol tartunk amúgy nála? Van még egy Moon Silver Stone itt megvásárolható. Sajnálom, többet nem vehetsz. Az van, hogy valami istenszabású fegyver kellene most már akkor innentől kezdve, mert... Várjál, most akkor el kéne menni megnézni ezt a táncot is esetleg? Mert hogy nem lesz elég Moon Silverünk. Hogyha most visszamegyek oda, ahol zajlott ez a tánc, akkor most ezek itt alattam nyomják. Ott a gyerek és akkor jobbra lent a nő. Hát most megnézzük, hogy eljöttek ide táncolni esetleg, vagy mi történhetett. Mert hogy elméletileg vége van ugye a questnek, de... Nem a legizgalmasabb rész ez, hiszen nem egy helyen küzdjük át magunkat, hanem a megkezdett szálakat varjuk éppen ugye el. Ettől függetlenül ez ugyanannyira fontos, mint más tevékenységek. Én vagyok az utolsó a fajtámból, vedd el ezt! Micsoda? Egy olyan arcot, ami nagyon illik a sajátodra? De ne használd arra, hogy megtévesz másikat, hanem hogy csak támogass vele. Oké, és akkor a second skint meg lehet venni. Ezzel megértheted a holtakat. Na ez azért király, mert fölöttünk van egy spirit, ugye? Akkor most már látjuk, hogy mit kell csinálni. Hogy neki is egy questet teljesíthetünk ez alapján. És akkor meg kell venni tőle ezt. Jó. Ez azt jelenti, hogy akkor XP-t kell, hogy szerezzünk. Na oda hogy mész fel? Meg oda is. Ez itt egy jó checkpoint. És akkor innen ugorjunk által. Megnézhetnénk, hogy mi van. Hogyha itt végig megyünk, hátha. És hát tudunk hullául, nem? De majdnem. Gyere le onnan, Géza. Gyere. Edd ki, gyere. Az gyönyörű volt. És itt, hogyha végig ugrálnék, lehet, hogy erre még nem is jártam.
Még nem, mert 10 000 XP hiányzik hozzá, hogy ezt megvásárolhassuk. Ezek szerint a küldetés... Hoppá, azt felvesszük. A küldetés 10 000 XP-be kerül neked. Na gyere! Ha már így jöttél, miközben balhéznék itt. Egy csapás mindössze. Lehet, hogy ilyen magasan még nem is voltunk. De ez szerintem a létre miatt kellett, hogy legyek. Viszont itt XP minden van fent, akkor lehet, hogy mégsem. Magnetic Powder. Ott nem mehetsz fel, gondolom. Így van. És valóban nem voltunk itt fent. Nem volt elég eszem, hogy a tetőket balról közelítsük meg. Még jó, hogy eljöttem erre. Lenyitjuk ezt a létrát magunknak, hogy legyen egy hely innentől kezdve. És itt fel is mehetsz, és nyitunk egy másik valamit is. Valamit sikerült kinyitni. Nem tudjuk, hogy mit, de valamit igen. Na mit sikerül innen felvenned? Black Horse Double Menace? Ez szerintem egy dupla pisztoly. De hogyan Erlim két tornyát reprezentálják? De hogyan viselsz dupla pisztolyt? És hogyha most erre mész rá? Nem rossz, nem rossz. És akkor ennek a damage-e milyen lehet vajon? Physical 75-ös B Instinct Scaling. A scaling ennek magasan, magasan király. A mind az ugye meg a spellekből ered. Tehát akkor ez a legmagasabb Instinct Scaling fegyverünk eddig. Nightbane pistolnak lehet, hogy nagyobb a damage-e, viszont ugye Instinct Scaling-je 2 szinten lentebb van. Úgyhogy ez szerintem ez egy erős, erős fegyver lesz. Meg is tarthatjuk esetleg. Bár lehet, hogy a... Az a shotgun volt eddig még olyan, ami... 2-t lő, de 207-et sebez oda. Hogyha nagyobb lenne az instinktem, akkor ezzel a fegyverrel mehetnénk a legnagyobbat. És ennek a kritikája is, meg minden nagyon rendben van. Jó, menjünk. Nem is rakok be oda ilyet. Ezt rakom oda be így. És mit van, mik vannak még előttünk? Hungry Essence. Moon Silver Stone, az jól jön. Mennyi dolgot itt hagytak? De várjál, mert itt ilyen... Itt lőni fognak? Ez hogy lehet? Hogy ez itt kapcsolva van. Hogy itt nem mehettem át, és ezt akartam... Ez bombázós. Jaj, tényleg itt ömlött a bomba a pofánkba. És akkor tele volt tárgyakkal, de nekünk szaladnunk kellett, jól emlékszem. Aha. Viszont ide nem eshetsz le. Lehet, hogy a kar kapcsolta ki, igazad van, igen. És akkor innen érkeztem. Jó, és hogyha most erről mennék, akkor mi lenne? Tudnék 10 000 XP-t szerezni. Így nem, nem akarunk arra menni, mert nem tudjuk, hogy mi van alattunk. Az egy váltás lesz. Nem ad eleget a mama, 220, az nagyon kevés. Nézzük. Hogyha átugranék jobbra, mi lenne? Meghalnék? Ja nem, ez a víz volt, a mocsárban. És akkor felesleges volna indulunk vissza keresztül a mocsárba, mert nem találnék ott semmit. Ha csak nem, elmegyünk addig a nyugipontig. Mert most innentől vissza erre a helyre már szerintem csak szenvedéssel teli volna az utunk. Elmegyünk jobbra, bár a mocsár is egy szar hely. Mondjuk most tudok dashelni. Ez így gyorsabb lesz, mint valaha, igaz. Meg egy ütéses... Aha, nem, két ütéses a mobok. De remélem, hogy itt alul át tudok menni. ...2300... Aztán utána meg jöhetünk vissza, tudod a... Nem engednek át. Jöhetünk vissza majd a maszkert meg a halott nőért. De az jó, hogy felfedeztünk mindent, mert itt kapcsolódnak akkor egymással a dolgok. Tényleg nagyon király, hogyha az ember ezeket nézegeti. Ott viszont nem tudunk felmenni a dupla ugrás hiányában. Szerintem most már én arra tippelek, hogy a... Ó, Istenem. Ugye a Moonshade Lake-i Monster lesz az, ami megoldja nekünk a dupla ugrást, csak nem merem megölni. Már láthattuk, hogy meg tudjuk ölni. Legalábbis egy fázisra lecsökkentettük, az biztos a HP. Istenem, megint elengedi, nézd meg.
én azt gondolom, hogy az ott már teljesítve van. Hát látván, hogy mennyire sokat sebzett az elején ránk, meg mennyire nem volt damage-ünk, ahhoz képest én nem hiszem, ez egy dupla face fight volna. Haladunk végig, és még oppá, még egy tárgyat is találhatsz itt. 6 darab Forbidden bombot. 8300. Igen ám, de hogyha most elmegyek a nyugi ponthoz, attól még nem lesz nekem XP-m, ugye? Jobban jártunk volna, hogyha itt farmoltunk volna valahol. Ez lesz az. Valamiből ki kell szedni ezt az XP-t és visszatérni. Hát akkor lehet, hogy azt is megtehetném, hogy jobbra elmegyek. Szevasz Leafy, jó pihenést, kösz, hogy itt voltál. Itt sem mehetünk ezek szerint, mert nem volt adás meg. Aha, meg adás. Még egy Unborn. Most már tele lesz gyerekkel az öregasszony. Ezek több XP-t adnak vajon? 182, 90, nem sokkal. Csak zajlik a mocsári nyomulás. Nem ittad meg a kávédet, és akkor most álmos vagy? Vagy ez ilyenkor hogyan jelenik meg a te életedben? Megérkeztünk ide, és még mindig megyünk tovább. Az előbb szar helyre navigált minket a térkép, amikor rányomtunk a nyugira. Side cave. Itt ez dupla ugrós rész? Szerintem annak kell lenni, nem hiszem, hogy én itt fel tudok menni, bár... De hogy nem, mert voltak már csodák, és most is van. Hát meghűlsz. Moonlight Charm, na hát, ez lehet, hogy jobb lesz, mint az a Blood, mint amit felvettünk. Electric Damage, Defense és Resistance esetleg. Hát, de most elektrikus damage-et én nem fogyasztok. Akkor inkább a vért használjuk, mert a vért szoktam felrakni a pengére viszont. Na, ez király, hogy ez is megvan, akkor ennek is. Ennek a rejtélynek is lett egy megoldása. Mennyi az XP? Még egy ezeres hiányzik. Ezek álmosan kellnek ez a kávé. De minek maradsz fent? Így éjszakázni amúgy. Miért nem pihened ki magad reggelre? 180, már csak 5 mob. Ez most fájni fog, ugye? Nem szabad sietni. De remélem, hogy jó helyre megyünk. Csak megyünk jobbra és jobbra, csak side-scrollingba megyünk folyamat megállás nélkül. Nincs esetleg valami? Hát megint ott veszünk a duplázó ajtónál, amit nézegettünk, ugye, hogy mondtátok, hogy a másik oldalról nyílik. És hát végig itt maradok, amíg tartasz, mi? Milyen rendes vagy amúgy? Köszönöm szépen, nagyon kedves. Itt nem találok semmit sem. Nem egyáltalán jó. Leívhatjuk esetleg a liftet. Ez volt itt lent az inkvizíció, aminek még mindig van egy része itt, amiről nem tudunk dupla ugrás nélkül semmit sem. És ezt nézegettük itt esetleg. Mithringában volt még valami, amit nézegetni akartunk. Itt a másik oldal lesz a fontos, tehát akár el is mehetnék oda. Hát akkor menjünk is el Mithringában, nem? Ez lefele visz? Nem, ez muszáj oda vigyen. De mi van itt balra tőlünk? Ez miféle rész itt? Ez a felszoppantó. De már. Éci, szív fel magad. Dupla ugrás hiánya. Vagy azt akarják esetleg, hogy innen? Á, nem. Túl hosszú. Pedig ide be lehetne menni. Jó, mindjárt meg lesz a 10 000. Ezt húzzuk meg, és húzzunk fölfele, és nézzük meg, Mithringában találunk-e valamit esetleg. Egyre jobban szűkül a térkép, egyre inkább úgy tűnik, hogy tényleg a Moon Shade Lake Monster lesz a következő. High Walls. Jobbra akkor tehát egy bezárt kapu van, amivel nem tudsz mit kezdeni, igaz? Igen. Onnan kell majd, hogy kijöjjünk, ezt még nem tudjuk, hogy itt ez alatt a rész alatt mi található. Jaj, ez az ajtó jobbra! Na ezt mondtam, hogy nézzük már meg. Ó, hát megvagyunk. És akkor itt is van egy NPC nekünk, ő Katerina.
Katerina, akihez már bementünk, de ott jobbra, ez miért nem volt nyitható eddig? Itt is van valami lift. Hát ez, miért nem mentünk oda? Várjál. Travel, és akkor az Upper District helyett. Istenem, de hülyén vannak elrendezve ezeket, semmit nem találsz, összezavarják az embert. Hogyan mentünk? Nem lehet, hogy a aktiválás sorrendje szerint osztályozza, vagyis hogy hát rakja őket. Ez volt az, fölött egyel. És itt nem mehetünk át. Szerintem át nem. Nem baj, megnéztük. Szia, Ciza, fű, jó éjszakát, jó pihenés, köszi, itt voltál. Remélem, hogy jól érezted magad. Ez hová megy? Ez Mistringál városa, csapó 2. A dupla ajtó pedig rohadtul nem tudjuk, hogy hol van. Hát balra fent. És már elmegyek érte, nem érdekel. Legalább szedjük az XP-t minimálban. Kérek, meghűl olyat nyomot. Jó, de hát, hogy 18-asával szedjük az XP-t, akkor az... Az nem sok semmi, ugye? Sietnék. Jó lenne, hogyha lenne egy ilyen fast travel, tudod? Már olyan, hogy... Na hát itt be lehet menni. Én igazán fast travel, de itt már jártam. Mondjuk sebességnövelés karakteren 10%. Szuper, nyúlcipő. Az jót tenne. Nektek volt gyerekkoratokban nyúlcipőtök? Felhúztátok és nagyon gyorsak voltatok vele? Hát. Vagy alulról megyünk fel és balra. Megpróbálunk innen alulról menni. Nézzük meg, hát ha innen lehet. Aki énekelve zúzott el az utcán. És tetszett a hangja. Ott lesz az az XP, ott lesz már. 100-as, már közel vagyunk. És szerintem ott a titkos szobán belül is kell, hogy találjunk. Itt lementünk egyszer. Aha, és ez nyitotta meg itt az utat a mocsár irányába. Jó. Ezt jó tudni. És itt felfele és balra? Várjál, mert ez az ajtó. Nem, menjünk alulról lentről. Kicsit lentebb. Akár le is ülhetnénk. Ennek kell annak lenni. Igen, ez az. Na hát itt lesz most akkor a bejutás a másik titk részre. A francba, hogy ezt nem vettem észre, pedig mennyire alap volt. Egy Moon Silver Stone üti markunkat, és fel is lehet oda húzigálni magunk. Sőt, érdekes módon, itt adnak nekünk egy ilyet. Ez mire lesz való? Ezt valahova elviheted, és egy másik titkot is elérhetsz általa? Ja, hogy akkor itt mehetsz fölfele, ugye? Ó, és akkor így felveheted, ami itt van eldugva. Ez megint a... Igen, tudtam, hogy már a gyereknek kell lennie. Titkos helyek tömkelege. Meg vagyunk az XP-vel, meg vagyunk a titokkal. Nem nyitottuk ki jobbra viszont az ajtót még. Ez furcsa, hogy ez dupla záros. Hát ez miért van így? Miért mondja azt, hogy dupla zár, miközben nem dupla zár? Menjünk, akkor vissza, megcsináljuk a holtak questjét. Mistringában pedig meg kéne néznünk, hogy megyünk majd ott át jobbra fent. Na, hát szerintem minden titkot összeszedtünk, amit csak tudtunk. Kivéve azokat, amiket még jelenleg nem érhetünk el. Az öreg asszony az itt volt valahol a... Narancssárga helyen. Jobbra lent. 10 000-ért megveszik a cuccát, és utána zúzunk fölfele a Spirithez. És megérthetjük a holtak nyelvét, akkor emiatt nem lehetett vele amúgy beszélgetni. Gondolkoztam is, hogy mi a fene lehet, hát be van bugolva? Nem, csak szimplán nem tudsz halottul. Hát sajnálom azokat, akik pont erre az epizódra érkeznek, mert tényleg nem az a rádurvítós rész volt. Most megveszed. Tényleg benned van a vér ezekre a vidékekről. Aha. És akkor jót tett helyébe, jót várj.
Majd meglátjuk. Most sem majd a rádurvítás. Hát, hogyha le kell menni a Moon Presence-hez, akkor lehet. Nem tudom, hogy mi volt az. Az a nagy mob, amit már elvertünk, ugye? Most ráköltjük az összes pénzünket erre a dologra. Jó, hogy a mászókesztyűt már kifarmoltuk olyan korán a játék elején. Valahol itt volt fent. Tévedés. Kicsit még fentebb, balról. A világ összes szintjét bejártuk, szerintem a térképet keresztbe kasul, és ráadásul szerintem talán kétszer is. Nem innen, a másiktól, még fentebbről. Iszonyat sokat bandukoltunk. De remélhetőleg most ez meg fogja érni, amit itt találunk bent. Beszéljünk vele. Azt mondja, fém, jég, összekötve, egyedi, fertőzött, ivadék, kőből készült pajzs, megsérült föld, ősi, nyomok, lunáris, fityma, láthatatlanul ragyog, szemek figyelnek, felfedezetlen, keresd, az árnyakat szétszórva. Hogy itt ezt? Hogy ezek most vezetnek engem? Hát lehet, lehet amúgy, hogy arra kell menni, amerre azok az árnyak vannak. Hát tudod, mert itt mutat nekem valamit. Hová vezet? Ez nagyon király, nagyon tetszik nekem ez. Olyan jó ötletek vannak ebben a játékban végig, bárcsak több játékot is megjelentetnének ezek majd még. Hát nagyon tehetségesek ebben. De nem azt mondom, hogy a világ legegyedibb ötlete a játék maga. Hiszen láttunk már Metroidvania játékokat, láttunk már Bloodborne-t, ugye? Ez is nagyon király. És akkor erre megy tovább. És a holtak fogják kinyitni azt az irányt, amit nem tudtunk eddig. Páhaver, igen? Volt itt egy lezárt rész, és akkor ezek szerint ez questes rész. Itt is itt van. Most tényleg? Hát de jó napok, hát de nincs dupla ugrásom. Jó, nem baj, legalább tudjuk, hogy itt vár ránk, oké. Okay. Ja, ez most szomorú, hogy a dupla ugrás hiányában nem sikerül a megcsinálás ennek, de nem baj, nem baj, jövünk mi még ide. Mondtuk, hogy miért nem ölöd meg a boss, de nem tudjuk, hogy a boss adja-e. Most, hogyha minden küldetésünk tönkre megy, akkor nem éri meg.